Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió munkatársai nevében. Először kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Híradónk elején évértékelő interjút láthatnak Németh Miklóssal, Pulcsmegyer polgármesterével. Rendkívül sikeres volt a visegrádi farsangi bál, melyet az áprili iskola javára rendeztek meg. 9. alkalommal rendezték meg Tahitót faluban a jótékonysági futballtornát Puzder János emlékére. Híradónkat farsangi összeállításokkal zárjuk. Most évértékelő interjút láthatnak Németh Miklóssal, Pulcsmegyer polgármesterével. Pulcsmegyer életében elég fontos események történtek 2018-ban. Németh Miklós, Pulcsmegyer polgármestere a település beruházásairól beszélt évértékelő interjúja kezdetén. Elmondta, Pulcsmegyer életében fontos évszám volt 2018, hiszen a korábbi években elindított fejlesztési folyamatok ekkor kezdtek el beérni. 3 pályázatot is nyert a település, melyek várhatóan idén fognak realizálódni. Az egyik az egészségügyi alapellátás intézményi fejlesztésére irányuló 200 millió forint értékű beruházás, amelynek köszönhetően egy 500 négyzetméteres orvosi rendelőt építenek az inkubátorház mellett. Reményénk szerint augusztus vége felé ez átadásra fog tudni kerülni. Ez egy elég nagy beruházás, meg fogja haladni a 200 millió forintot az összértéke. Itt nekünk egy kicsit most még küzdenünk kell, mert sajnos az építő anyagárak, illetve a kivitelezési költségek a 2016-17-es tervezői költségbeesésekhez, illetve az indikatív ajánlatok alapján is magasabbakká lettek. Most ez miatt megyünk a megfelelő helyre, hogy kiegészítő támogatást kapjunk erre a beruházásra. Sorány útjaira vonatkozóan 2 pályázatot nyert az önkormányzat. Egyik a felszíni csapadékvíz elvezetés megépítésére vonatkozik, melynek köszönhetően 4 gerinc úthálózathoz csatlakozó utca vízelfolyása oldódik meg. A másik beruházás keretében pedig a Megyeri Fasor útját építik meg. A polgármester kiemelte, az eredetileg 200 millió forintos pályázati keretet később 150 millióra csökkentették. Ez nehézséget jelent az önkormányzat számára, mert az eredeti összeggel kalkulált. A Megyeri Fasor belterületi részének egy részét azt nem biztos, hogy be tudjuk így fejezni, ha csak nem kapunk hozzá teljes támogatást. Ez körülbelül beszélünk 200 méterről. Itt is az a gond, hogy mivel ez főleg azért, mert áhidrogeogéni védővezetbe első útszakaszról beszélünk, hát itt nagyon-nagyon komoly műszaki tartalom előírások vannak. Németh Miklós elmondta, sajnos nem sikerült pályázatot találni a napsugártér felújítására, amelyhez az elkészült tervekkel és a szükséges hatósági engedélyekkel is rendelkezik Pulcsmegyer. Ennek megvalósítását azonban továbbra sem vetette el az önkormányzat. Töretlenül keresi a lehetőségeket ennek a fontos surányi település résznek a fejlesztésére. 2006-ban lett a település, azon település rész üdülővezetből lakóvezetté nyilvánítva. Hát ha most jól nagyon gyorsan elkezdünk matekozni, akkor 13 év alatt szinte lehetetlenség lekövetni azt, ami a lakosság igénye. És ugye ez a kisebbik probléma, a nagyobbik az, hogy egy megközelítőleg olyan 180 hektáros belterületi részen nagyon széthúzódik a lakosság, tehát nem koncentrálódik egy pontra, és itt beszélünk megközelítőleg 50 km úthálózatról, és egy csomó olyan problémáról, amit itt kezelni kellene. Zöldfölött, karbantartás, szúnyogdierítés, tehát van bőven tennivalónk, és mivel fiatalodik is a lakosság, hál' Istennek lehet azt mondani, ezért jönnek az újabb igények. Bölcsöde, iskola, majd óvoda, esetleg óvodabővítés. Hát ezt folyamatosan figyeljük, azokat a demográfiai adatokat, ami alapján nekünk elvégben ezt a cselekvést meg kéne tenni. Természetesen akkor tudjuk, hogy ha olyan pályázati kiírások vannak, amik majdnem azt mondom, hogy szinte 100%-ban lefedik ezeket a beruházásokat. Mindezeken kívül több apróbb korszerűsítést is végeztek a faluban.
Voltak más kisebb mértékű útjavítások, óvodai eszközfejlesztés, bővítették a település zöld felületeinek karbantartásához és az egyéb üzemeltetési feladataihoz szükséges eszközállományt, valamint befejeződött a közvilágítás rekonstrukciója. Köszönhetően a civil szervezetekkel való jó együttműködésnek, velük közösen, illetve rajtuk keresztül is nyert néhány pályázatot az önkormányzat, például 3 millió forintot a Surányi napokra. Az intézményekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy az óvoda továbbra is stabilan, a nagy születési szám miatt folyamatosan telt házzal működik. A rendezvényközpont épületében 4 általános iskolai osztály kapott helyet. Ők egy, mondjuk azt, hogy egy nagyon jó kis védett környezetben vannak, és ott a PRK-n belül is sikerült olyan beruházásokat megtennünk, ami ott a gyerekeknek a mindennapjait elősegíti. Ilyen, hogy lekerítettünk egy játszótérrész számukra, az iskola szülői bája, illetve a tankerület közösen létrehozott kis bevételből csinált egy kis játszóteret, és hát nem utolsó sorban mi is a nagy teremben már elkezdtük azokat a beruházási elemeket beépíteni, ami esetlegesen egyszer már ténylegesen tornateremmé tudjuk avanzsálni ezt a területet, labdafogó hálótól kezdve minden egyebet tettünk. Az önkormányzat működésében ugyan voltak nehézségek, de a szakmai stáb igyekezett megoldani a felmerülő problémákat. A polgármesteri hivatalba 2 új kollega érkezett. Az adóosztályt erősítő munkatársak mindketten a Surányi település részen laknak. Németh Miklós kiemelte, idén a megkezdett úton halad tovább az önkormányzat, igyekszik lezárni a megindított pályázatokat, illetve a jó idő beköszöntével a Surányi Liget térnél lévő játszótér újjáépítését is befejezi. A beruházások befejezése és elszámolása mindig nehézséget jelent, ezért egy pénzügyi kihívásokkal teli évnek néz elébe Pócsmegyer, hangsúlyozta a polgármester, ugyanis ki kell gazdálkodnia a megnyert pályázatokhoz szükséges önrészeket, illetve ezek mellett a mindennapos működéshez is meg kell teremtenie a forrást. Ezek fedezetére az OTP-től felveszi a stabilitási törvényben foglalt, a kormány által engedélyezett 68 millió forintos hitelt. Az összeget az orvosi rendelő megépítéséhez irányozza be a település. A 10 éves futamidőre felvett kölcsön havi törlesztését tudja teljesíteni az önkormányzat, azonban amíg nem fizeti vissza a teljes összeget, addig nem jogosult újabb hitelfelvételre, mondta Németh Miklós. Ez az összeg, ami ugye betervezve lett a most már a költségvetésben a törlesztő részlet, ezt tudja az önkormányzat törleszteni megfelelő módon. Egyetlen pici kis negatívum, de hát ez ilyenkor mindig előjön, hogy most amíg ezt nem tudjuk betörleszteni, nem törlesztettük be, addig más egyéb hiteleknek a felvétele nem feltétlenül engedélyezhető a kormány részéről. És hogyha jön egy olyan lehetőség, hogy kellene pénz, akkor nagyon el kell gondolkodnunk, hogy miből és hogyan, de hát azért erre is próbálunk megfelelő lépéseket találni. Németh Miklós reményét fejezte ki, hogy az Eurovelo kerékpárút építése Pócsmegyer érintésével hamarosan megindul. A Szigeti út mellett ugye most már nagyon nagy a gyalogos forgalmunk, tehát Surányból elindul Surány 3-4-től, vagy a Szigetmonostor komp felé, vagy a Pócsmegyer Leányfosi komp felé elég komoly forgalom mellett kell ezt megtenni kisgyerekekkel, kerékpárosan, és sajnos a tavalyi évben is volt több olyan baleset, ami nem kívánatos ilyen módon, és hát bízom benne, hogy mi kértük az Euróvelővel belül, hogy csatlakozzon a Szigeti úttól egészbe a Móri Zsigmond útig a kerékpárút be tudjon jönni, hát én ezt várom. A polgármester hozzátette, hogy Pócsmegyer is csatlakozni szeretne a falvakból történő elvándorlás megállítását célul tűző Magyar Falu programhoz, amelynek érdekében már megkezdték a tárgyalásokat a járási hivatalon és a minisztériumon keresztül. A programon belül meghirdetett összes pályázaton szeretne indulni az önkormányzat, amely többek között bölcsödeépítést, valamint járda és útfelújítást is tartalmaz, tájékoztatott a polgármester. A település hagyományos programjai, többek között az állami ünnepek, a PRK rendezvényei és a Surányi napok idén is megrendezésre kerülnek. Németh Miklós kiemelte, igyekeznek magas színvonalú, élőzenés műsorokat reprezentálni a helyi közönség számára.
Végül a polgármester arra válaszolt, mit kíván a település és saját maga számára 2019-ben. Mindenkinek valamilyen módon találja meg itt a számítását ezen a településen, aki ide költözött, aki már ide született, már generációkon keresztül itt él, szeressék ezt a települést, ezt a helyet, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon kivételes helyen élünk, élhetünk. Vannak nehézségek is, lesznek is, a közlekedéstől kezdve, a Dunán keresztül minden, ami csak létezik, de én azt gondolom, hogy jó emberek laknak itt, és ahol jó emberek laknak, az mindent meg tudnak oldani, megbeszélve, egymás segítve, és én azt kívánom, hogy mindenki jó egészségben és szeretetben tudjon élni itt a önmagával, a családtagjával, a szomszédjával és a környezetével. És hát a magamnak akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak fordulópontok, hát nekem is. Az egyik legfontosabb, hogy így a kisebbik fiam is érettségizik, aztán felvételizik, és én azt szeretném, hogy az ő vágyai, álmai teljesüljenek, és az akkor nekem is a legjobb. Minden idők legsikeresebbje volt az idei áprili bál. Teltházas volt az idei áprili bál. A rendezvényt a szülői munkaközösség szervezte az Áprili Iskoláért Alapítvány kuratóriumának tagjaival és a nevelő testülettel karöltve. A Magyar László Torna Csarnok igazi báli helyszíné alakult, a jelmezben érkezők pedig versenyen vehettek részt. A 8. est házigazdái Fodor Gabriella és Mészáros Péter szülők voltak. Sajnos szomorú apropóból is rendhagyó volt az idei bál. Kissé rendhagyó ez a mai bál, hiszen egyrészt most farsang alkalmából találkozunk itt a sportcsarnok kupolája alatt. Rendhagyó azért is, mert az áprili estek alkalmaiból ez az első, hogy Mezei Anna, vagy ahogy mindnyájan ismertük, Panni néni már nem lehet körünkben. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. A hagyományokhoz híven a bál nyitótánca és egyben a főprodukciója az iskolai néptánc együttes előadása volt. Az áprili iskolában immár 10 éves hagyományra tekint vissza a néptánc oktatás. Elsőtől a 4. osztályig a mindennapos nevelés keretében tanítják a néptáncot, a felső tagozatban pedig heti egy alkalommal foglalkozik a gyerekekkel Bozóki Marianna, iskolaigazgató és Borko Bálint. 2 néptánc csoportja van az iskolának, az egyik az immár 10 éve működő Kanyargó, amelynek tagjai többnyire már középiskolások, de a felsősök közül is táncolnak benne néhányan. Az úgynevezett utánpótlás csoport a Zöldág, amelyben a 4. osztályosok és felső tagozatosok táncolnak. A bálon a Kanyargó csoport tagjai bonicidiai román táncokat mutattak be. Szólót táncolt Fekete Péter, aki 10 éve, tehát az alakulás óta tagja a tánccsoportnak. A bemutatót követően a fellépők a közönséget is bevonták, táncháza alakítva a báltermet egy időre. Kérem azokat, akiknek kedvük van egy kis hészába bekapcsolódni, ami gyakorlatilag egyszerű motivumokból áll, hát a kezdetekben, hogy fáradjanak ide közénk, és kérem a kanyargó táncosait is, hogy jöjjenek be ide a táncparketre, és táncoljunk együtt, mint egy igazi közösség. Elhinni, balra is megcsináljuk rajta. Lép, dob, dob, lép, dob, dob. A bemutatót 2 fogásos vacsora követte, majd elkezdődött a táncmulatság, amelyhez a Bananas zenekar szolgáltatta a zenét. A szervezők elmondták, hogy rendkívül sikeres volt az idei bál. Gyakorlatilag meg 3-szorozták a bevételt a korábbi évekhez képest.
A szép eredmény köszönhető egyrészt a szülői munkaközösség elnökének, Visnyovszki Andrásnak, aki ingyen ajánlotta fel a vacsorát, másrészt további adokozóknak, akiknek jóvoltából 300 értékes tombolatárgyat sorsoltak ki, valamint 7 képzőművészeti alkotásra lehetett licitálni. Ezen kívül a felajánlott sütemények is növelték a bevételt, és a büfé is jól teljesített, amint egy 1 milliós bevétel az áprili iskoláért alapítványhoz kerül, és az iskola további rendezvényeire, valamint taneszközök beszerzésére fordítják. Idén is megemlékeztek egy tornával Puzder Jánosról, a tahitótfalui futballistáról. 9. alkalommal rendezték meg a Puzder János emléktornát. A néhai hálóört tartalmas pályafutás jellemezte, hiszen az NB1-től egészen a járási bajnokságokig mindenhol próbára tette magát, míg nem 2010. december 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A tahitótfalu ese Túróci Csaba vezetésével évente megrendezi az emléktornát, és a felajánlásokkal az egykori kapus özvegyét és gyermekét támogatják. Puzder János pályafutása vége felé elfogadta barátja Túróci Csaba invitálását, és a megyei első osztályból a járási sereghajtóhoz a tahitótfalu eséhez igazolt. A hálóőr bravúriainak is köszönhetően a megyei első osztályig küzdötte fel magát a csapat. A teremlabdarúgó kupának idén is a tahitótfalui sportcsarnok adott otthont. Az idei Puzder tornára 7 csapat nevezett, a Szentendrei Öregfiúk, a Szentendrei Kinizsi, Dunabogdány, tahitótfalu 2 csapata, a Színes Ceruzák és Pomáz. A harmadik helyezett Dunabogdány lett, míg a döntőt a 2 szentendrei csapat hívta egymás ellen. A győztes öregfiú csapatban több olyan futballista is szerepelt, akik még együtt játszottak Puzder Járossal. A gólkirály címet 9 találattal a Színes Ceruzákat erősítő Faragó Dávid szerezte meg. A legjobb mezőnyjátékost, nevezetesen Varga Pétert, ezúttal a Pomás csapata adta. A legjobb kapus Tahitótfaluról Bónyai Péter lett, legsportszerűbb játékosnak pedig a Szentendrei Kinizsiben futballozó Szabó Lászlót választották a szervezők. Ezen túl szeretnénk januárban megrendezni majd ezt a tornát, és addig is mindenkinek nagyon jó játékot kívánok, sok szerencsét, köszönöm, hogy itt voltatok. Farsangi összeállításaink következnek. Egy új farsangi programmal gazdagodott az idei kínálat Tahitótfaluban. Plébániai farsangot tartottak a faluházban a helyi, pócsmegyeri és szigethonostori hívek részvételével. A különleges alkalomra Erdős Attila atya is beöltözött. Besenyő L.P. István, aki vagyok, azaz Besenyő lelkipásztor István, elmondanám, hogy a farsangnak mi az értelme. Mindennek megvan az ideje, megmondta a prédikátor, én is ezt prédikálom, most farsangnak van ideje, aztán majd imádkozunk, szentségimádás, böjt, alamizsna. A farsangi mulatság egy kis zenéléssel kezdődött, majd számos vidám programmal készültek a szervezők. Berkes Ferenc játszott itt klarinéton meg pánfuvolán, aztán majd még lesz műveltségi, okossági, kulturátsági vetélkedő, meg ügyességi vetélkedő is, aztán meg jelmezverseny, mi természetesen én fogok nyerni. És tombola. Több mint 50 ajándékot ajánlottak fel a kedves helyi vállalkozók és magánszemélyek, úgyhogy ha minden tombolát eladunk, akkor is minden negyedik nyer. A vendégeket sok-sok finomság várta. Mindenki hozott, amit tudott. Így aztán volt sokféle szendvics, sütemény, különböző italok, és természetesen a farsangi fánk sem maradhatott ki az étlapról. Ó, hát a legjobbak a szendvicskrémek. Azt a helyi plébános csinálta. Az est egyik legtapasztaltabb vendége Hajduk Pál volt, aki vállalta, hogy elmondja véleményét a rendezvényről. Az interjú azonban nem a szokványos módon indult. Vali bácsi, a legjobb lakatos az egész faluban. Így van. Megjavította a tabernákunk zárját. Na, először azt mondja, atya, kabernátumot nem mondom, az hol lakik? Hát nem tudtam, mi a kabernátum. Tabernákulunk. Nagyon örülünk ennek a kis családi összejövetelnek,
és bízunk benne, hogy a következő évben is ez lesz. Ezt úgy érzem, a jelenlegi plébámosunknak, Attila atyának köszönhetjük, hogy ezt a kellemes kis estét együtt töltetjük. Attila atya jó tanácsokkal is ellátott bennünket, amit külön köszönünk, és ígérjük, megfogadjuk. Jegyezze meg, mindig okos embert kérdezzem. Az okos emberek mindig megmondják, hogy mi az igazság. Zárásként Attila atya összefoglalta a farsang lényegét. Farsang? Hát az egy nagyon fontos dolog. Anélkül talán el se jönne a nagybőjt. Farsang az eszenciális. Nagybőjt előtt mindenképpen kell farsangot tartani. Hangosabbak? A férfiak? Vagy a hölgyek? Egy, kettő, három! Tűzbe! Folytatjuk utunkat a vesztőhelyre, ahol Kisze baba életét veszti, mi meg új életet nyerünk. Itt van a tavasz, vesszen a tél! Itt van a tavasz, vesszen a tél! Tűzre vele! Tűzre vele! Most egy nyilvános kivégzés történt ebben az elmúlt pár percben, ugyanis egy hagyománynak adtunk teret itt Zebegényben is, a Kisze bábú égetésnek, máshol vízbe vetik, mi az égetés mellett döntöttünk, ezt farsang farkán szoktuk minden évben megtartani, és egy farsangi felvonulást tartunk, zajongással, rigmuskándálással, énekléssel, és utána a végén egy közösségi mágiaján elégetjük a Kisze babát, elégetve ezzel minden rosszat, ami ért bennünket, és minden jót kívánva magunknak tavaszra és az új évre. És ezt egybe kötjük, ezt még kihangsúlyoznám, egy közös fánkevéssel is, ez is elősegíti a közösségi szellemet. Kisze, kisze, szalmabáb, égjen minél
Tahiban a nagy parkolóban gyűltek össze a népek, hogy részt vegyenek a téltemető tavaszváró farsangi felvonuláson. Béres Gabriella szervező bemutatta az idei rendezvény két főszereplőjét, Ihókot és Milókot. Majd a menet a legkülönbözőbb zajkeltő eszközökkel felszerelkezve, sípolva, dobolva, kerepelve, kiabálva, a Tildi híd felé vette az irányt. A híd közepén megálltak a farsangolók, és a kiszebábokat lángok között a Dunába vetették, hogy az összes bút, bajt, bánatot és betegséget magukkal vigyék. Felvonulók ezután a Hősök terére mentek, ahol jelmez és fánkevő verseny vette kezdetét. Következnek a hírek, még egyszer röviden. Németh Miklós Pócsmegyer polgármestere a település beruházásairól beszélt évértékelő interjúja kezdetén. Elmondta, Pócsmegyer életében fontos évszám volt 2018, hiszen a korábbi években elindított fejlesztési folyamatok ekkor kezdtek el beérni. Három pályázatot is nyert a település, melyek várhatóan idén fognak realizálódni. Az egyik az egészségügyi alapellátás intézményi fejlesztésére irányuló 200 millió forint értékű beruházás, amelynek köszönhetően egy 500 négyzetméteres orvosi rendelőt építenek az inkubátorház mellett. Surány útjaira vonatkozóan két pályázatot nyert az önkormányzat. Egyik a felszíni csapadékvíz elvezetés megépítésére vonatkozik, melynek köszönhetően négy gerinc úthálózathoz csatlakozó utca vízelfolyása oldódik meg. A másik beruházás keretében pedig a Megyeri Fasor útját építik meg. A polgármester kiemelte, az eredetileg 200 millió forintos pályázati keretet később 150 millióra csökkentették. Ez nehézséget jelent az önkormányzat számára, mert az eredeti összeggel kalkulált. A beruházások befejezése és elszámolása mindig nehézséget jelent, ezért egy pénzügyi kihívásokkal teli évnek néz elébe Pócsmegyer, hangsúlyozta a polgármester, ugyanis ki kell gazdálkodnia a megnyert pályázatokhoz szükséges önrészeket, illetve ezek mellett a mindennapos működéshez is meg kell teremtenie a forrást. Ezek fedezetére az OTP-től felveszi a stabilitási törvényben foglalt, a kormány által engedélyezett 68 millió forintos hitelt. Az összeget az orvosi rendelő megépítéséhez irányozza be a település. A 10 éves futamidőre felvett kölcsön havi törlesztését tudja teljesíteni az önkormányzat, azonban amíg nem fizeti vissza a teljes összeget, addig nem jogosult újabb hitelfelvételre, mondta Németh Miklós. A polgármester hozzátette, hogy Pócsmegyer is csatlakozni szeretne a falvakból történő elvándorlás megállítását célul tűző Magyar Falu programhoz, amelynek érdekében már megkezdték a tárgyalásokat a járási hivatalon és a minisztériumon keresztül.
A programon belül meghirdetett összes pályázaton szeretne indulni az önkormányzat, amely többek között bölcsödeépítést, valamint járda és útfelújítást is tartalmaz, tájékoztatott a polgármester. A település hagyományos programjai, többek között az állami ünnepek, a PRK rendezvényei és a surányi napok idén is megrendezésre kerülnek. Teltházas volt az idei áprili bál. A rendezvényt a szülői munkaközösség szervezte, az áprili iskoláért alapítvány kuratóriumának tagjaival és a nevelőtestülettel karöltve. A hagyományokhoz híven a bál nyitó tánca és egyben a fő produkciója is az iskola néptánc együttes előadása volt. A jótékonysági farsangi bál teljes bevételét az általános iskola közösség építésére és eszközfejlesztésére fordítják a szervezők. Gyakorlatilag megháromszorozták a bevételt a korábbi évekhez képest. A szép eredmény köszönhető egyrészt a szülői munkaközösség elnökének, Visnyovszki Andrásnak, aki ingyen ajánlotta fel a vacsorát, másrészt további adakozóknak, akiknek jó voltából 300 értékes tombolatárgyat sorsoltak ki, valamint 7 képzőművészeti alkotása lehetett licitálni. Ezen kívül a felajánlott sütemények is növelték a bevételt, és a büfé is jól teljesített. A következő rendezvény a családi nap lesz, melyet május 18-án tartanak a Telgárti réten. 9. alkalommal rendezték meg a Puszder János emléktornát. A Tahitót falu Ese Túróci Csaba vezetésével évente megrendezi az emléktornát, és a felajánlásokkal az egykori kapus özvegyét és gyermekét támogatják. Puszder János pályafutása vége felé elfogadta barátja Túróci Csaba invitálását, és a megyei első osztályból a járási sereghajtóhoz a Tahitót falu eséhez igazolt. A hálóőr bravóriainak is köszönhetően a megyei első osztályig küzdötte fel magát a csapat. Az idei Puszder tornára 7 csapat nevezett, a Szentendrei Öregfiúk, a Szentendrei Kinizsi, Dunapogdány, Tahitót falu 2 csapata, a Színes Ceruzák és Pomáz. A harmadik helyezett Dunabogdány lett, míg a döntőt a 2 szentendrei csapat hívta egymás ellen. A győztes öregfiú csapatban több olyan futballista is szerepelt, akik még együtt játszottak Puszder Járossal. A gólkirályi címet 9 találattal a Színes Ceruzákat erősítő Faragó Dávid szerezte meg. A legjobb mezőnyjátékost, nevezetesen Varga Pétert, ezúttal a Pomás csapata adta. A legjobb kapus Tahitót faluról Bónyai Péter lett, legsportszerűbb játékosnak pedig a Szentendrei Kinizsiben futballozó Szabó Lászlót választották a szervezők. Sikeres volt az első plébániai farsang Tahitót faluban. Megtelt a faluház a vidám helyi, pócsmegyeri és szigetmonostori hívekkel. A különleges alkalomra Erdős Attila atya is beöltözött. Berkes Ferenc klarinét és pánfúvola játékával kezdődött a mulatság, majd műveltségi és ügyességi vetélkedő következett. Volt jelmezverseny, tombola és tánc is az est folyamán. A vendégeket sok-sok finomság várta. Mindenki hozott, amit tudott, így aztán volt sokféle szendvics, sütemény, különböző italok, és természetesen a farsangi fánk sem maradhatott ki az étlapról. A kiszebáb égetésével előzik a telet és megszabadítják az embereket minden bajuktól, tartja a babona. Ez a téltemető népszokás igencsak kedvelt a falusi népek körében. Zebegényben a farsangi ünnepek végjátékaként Marikát, a kiszebábút körbevitték a faluban, hangosan kántálva az ideillő basszusokat, majd végül a Dunaparton mágiára vetették. Az összegyűlt tömeg Baracklekváros fánkkal ünnepelte meg, hogy a tradíciókhoz hűen sikerült elbúcsúztatni a telet. Tahiban a nagy parkolóban gyűltek össze a népek, hogy részt vegyenek a téltemető tavaszváró farsangi felvonuláson. Béres Gabriella szervező bemutatta az idei rendezvény 2 főszereplőjét, Ihókot és Milókot. Majd a menet a legkülönbözőbb zajkeltő eszközökkel felszerelkezve, sípolva, dobolva, kerepelve, kiabálva a Tildi híd felé vette az irányt. A híd közepén megálltak a farsangolók, és a kiszebábokat lángok között a Dunába vetették, hogy az összes bút, bajt, bánatot és betegséget magukkal vigyék. A felvonulók ezután a Hősök terére mentek, ahol jelmez és fánkevő verseny vette kezdetét. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtekinthetik az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!